Sziasztok! Én Szalai László vagyok, Sopronból jöttem a Nyugat-Magyarország Egyetemről, és lényegében két előadást sűrítettem egybe, van egy CEFES, meg van egy OpenStack-es előadásunk, amit már több helyen előadtunk, de megpróbálok beleférni ebbe a 20 percbe, amit én kaptam, pörgetni fogom a diákat, szóval nem akarom húzni az időtöket. Lényegében arról van szó, hogy megnéztük azt, hogy az OpenStack természetesen nem szuper profi fázisban, de valamilyen szinten működő fázisban CEF alatt működik-e. Egy picit kis reklámot hadd csináljak. Sopronban jelenleg létezik 13 éve egy informatikus képzés, ahol gazdasági informatikusokat képzünk, és lényegében egy kis létszámú képzés van, de saját IT alrendszereink vannak, virtualizálunk is, foglalkoztunk felhőkkel és mindenféle dolgokkal, akár Linux, akár Windows alapokon, úgyhogy körülbelül 12 éves tapasztalatunk van ebben a témában. És van MSC képzésünk is, ami jelenleg is fut, úgyhogy akinek esetleg van ismerőse és gondolkodik távolabb helyezkedni Budapesttől, az nyugodtan jöhet hozzánk is informatikus képzésre. Adattárolás. Úgy néz ki, hogy az adattárolás trendje az kezd átalakulni, és a régi úgynevezett nagy bálna rendszerekből átalakulunk a kishalak rendszerébe, azaz gyakorlatilag ma már nem az volt, hogy egy hatalmas nagy storage van, aztán próbálják milliókkal, milliárdokkal felturbózni, hanem sok pici rendszer tevődik össze, és elosztottan tárjuk az adatokat. Úgy néz ki, ez lesz a jövő. A nagy közösségi szolgáltatók már ezt használják nagy többségben. Egy kicsit beszélnék az elosztott adattárolás sémáról. Szóval gyakorlatilag a CEF, mint a címben is benne van, ez egy elosztott adattároló rendszer, egy free software. Lényegében azon alapul, hogy van egy elosztott cluster, ami lényegében nem biztos, hogy szuperprofi hardverekből áll, akár lehet egyszerű számítógépek tömege is, és a kliensek majd ehhez a clusterhez fordulnak, és nem a cluster, vagy nem a kliens mondja meg azt, hogy kihez fordul, hanem a cluster mondja meg azt neki, hogy ő kihez fordulhat az adataiért. A CEF maga, nem tudom, egy rövid közvéleménykutatás, ki az, aki használt már elosztott adattároló rendszert? Mondjuk éles fázisban kipróbált ilyet, senki lustre, vagy extrém FS, vagy ilyen extrém dolgokat nem próbálkozott senki ezzel. Vagy Gluster FS, senki nem csinált ezeket. Ez mondjuk olyan szinten baj, mert akkor, vagy hát nem baj, de akkor újdonságot fogok mondani sok embernek. Ugye lényegében az elosztott adattároknak a jobboldali kép felel meg. Ugye a régi rendszerben ugye volt egy nagy hardware, teli nyomták diszkekkel, meg a storage-et, meg processzorokkal, meg alaplapokkal, meg mindenféle dologgal, és a végére adtak egy maintenance, jó drágán természetesen, meg egy supportot. A CEF-nek, ami egy pár éve feljött, hát lényegében open source, de free software, filozófiája nem ez, hanem az, hogy standard hardverekre építsünk rá egy elosztott adattárolót, amely redundáns, és ez lesz majd a lényeg, és arra csináljunk egy open source szoftvert, és egy céget tegyünk föléje, amely lényegében akár supportolja is, ez opcionális. Annyival, hogy ez egy doktori munka volt korábban egyébként egy egyetemen, és aránylag jó kiforta magát, az Ubuntu felkarolt a kezdetben, most már elég sok támogatója van, nagyon jó kis rendszer, nem erről fogok ma beszélni, de azért egy-két dolgot elmondanék a CEF-ről. Ugye skálázható, van blokkeszköz kiajánlás a CEF-ben, szóval gyakorlatilag én meg tudom azt tenni, hogy mint storage látszódjon akár egy Linux oldalról. Ugye alapban benne van a fault tolerancia, szóval gyakorlatilag hiba esetén a rendszer tovább működik, nincsen gond, a storage tovább működik. Ugye kukóklónok vannak, meg mindenféle logikai skálázás, osztás, ez egy szabadalmazható technológia, ez a CrashMap, erről most nem akarok beszélni. És ma már a felhő szoftverek integráció is aránylag elég jó megoldott, úgyhogy gyakorlatilag lehet használni felhő szoftverekkel a CEF-et.
Röviden, hogy is épül fel a CERF? Három része van, metaadat, objektumtároló és monitoring része, nincs is fenn az ábrán. Szóval gyakorlatilag három, úgymond három démon szolgáltatja a CERF-et, persze ez több gépre elosztva. Van egy szolgáltatás, ami az objektumokat letárolja gyakorlatilag. A metadata az ugye megmondja azt, hogy az objektumok hogy legyenek tárolva, esetleg ha van file rendszer, akkor abba is beleszól. Illetve van egy olyan monitoring része, amely gyakorlatilag az egész cluster működését figyeli, és a kliensek különböző könyvtárakon, meg library-ken keresztül természetesen hozzá tudnak fordulni magához a clusterhez. Erről nem, a CERF-ről nem akarok többet beszélni, lehetne róla akár 3-4 előadást is beszélni, mert nagyon érdekes kezdeményezés. Mi használjuk egyébként ezt a gyakorlatban is, a 0.8-as verziót a már stabilnak is mondható, úgyhogy ajánlom mindenkinek, aki ilyet ne szeretne próbálkozni, akár virtuálisan is lehet ilyet rakni, összerakni. Annyit csináltunk, hogy szükségünk volt arra, hogy nézegessünk ilyen felhő szoftvereket, úgymond, működés közben, és ha már működik, akkor már nézzük meg ezt az elosztatottáruló oldalról is. Nem fog mindenkről beszélni. A CloudStack-et azt megnéztük, hát nem volt egy szépség, ez a jávás dolog, úgyhogy erről nem kívánok többet beszélni. Az OpenStack az úgy néz ki, hogy jobban bevált, és végigmentünk néhány OpenStack forkon. Az Ubuntu Cloudról szinte nem szeretnék beszélni, elég nehézkes dolog. Viszont a DevStackről igen, ha valaki szeretne egy OpenStack-et egy nap alatt telepíteni, akkor nyugodtan megpróbálkozhat ez a DevStack nevű kezdeményezéssel. Gyakorlatilag ez egy kísérleti állapotú OpenStack. Lényegében két parancsot kell kiadni, és kb. Egy óra alatt egy OpenStack-ünk lesz. Van természetesen kihagyva egy pár dolog a DevStackből, de lehet virtuális gépeket alátenni, annak van egy alapszintű hálózat, és lehet nyugodtan próbálgatni a felhő szoftvert, magát az OpenStack-et, ami mögötte van a működés közben. Csináltunk olyat is, hogy új kompjútorokat is be lehetett volna vonni, de nem nehézkes volt, nem igazából nem foglalkoztunk tovább vele. Ez csak egy kis DevStack kezdeményezés volt, de működőképes. Ezt két parancsot kell kiadni. Aztán megnéztük az OpenStack-nek az úgynevezett egygépes verzióját, amely lényegében az eredeti OpenStack-es oldalról hát követve telepíthető állapotban volt. Elég bonyolult egyébként az OpenStack-nek az oldala, szóval ember legyen a talpán, aki elsőre eligazodik rajta, és mondjuk telepíteni tud az alapján egy OpenStack-et, de meg lehet vele próbálkozni. És amit látni kell, ugye az OpenStack az egy felhő szoftver. Az nem egy virtuális szoftver, hanem egy virtuációs eljárást fölé helyezett futtató, vagy wrapper gyakorlatilag, ami lényegében megkönnyíti a rendszergazdák, illetve nem csak a rendszergazdák, hanem a felhasználók dolgát is virtuális gépek üzemeltetése ügyében. Ugye ez egy IaaS szoftver volt már róla szó. Többnyire infrastructure as a service lehet ezzel kiépíteni. És itt egy controller nódot mutatok be, egy egygépes OpenStack-en, hogy milyen OpenStack-es szolgáltatásokat telepít fel a normál single node OpenStack install. Ezeken ugye végig kell szépen menni, de ha ezeken valaki végigmegy, akkor ezeket a szolgáltatásokat kapja. Ugye látjuk azt, hogy az OpenStack az használ külső harmadik fél programokat is, például MySQL, vagy RabbitMQ, vagy a Q-kezelője, vagy még egy-kettő, illetve vannak saját OpenStack-es fejlesztések is, amelyek gyakorlatilag a virtualizációt segítik grafikus módon. Látjuk azt, hogy ebben az alaptelepítésben ezek a szolgáltatások vannak benne. Ha éppen libvirt-el szeretnénk használni, akkor libvirt lesz benne. Van benne egy darab compute node, ami gyakorlatilag virtuális gépek futtatásáért felel. Mi QEMU KVM alapon csináltuk meg, de meg lehet akár Docker alapokon is csinálni az OpenStack-et, vagy bármilyen virtualizációs megoldással a dolgot. Viszont, ugye ami hiányzott nekünk, mivel mi CERF-et szerettünk volna használni, ott szerettük volna elhelyezni a virtuális gépek image-eit, gyakorlatilag, vagy hát a futtatható részeit.
Emiatt ugye egy cindert kellett még hozzáadnunk a dologhoz, ami gyakorlatilag a volume kezelő része az OpenStack-nek. Ez az alapinstalban nincsen benne. Alapban azt mondja az OpenStack, hogy a lokális diszken létrehozok egy könyvtárat, és oda elhelyezem az én kis virtuális gépeimet. Ma már a CEF támogatja az OpenStack-et teljes mértékben. Ugye látjuk azt, hogy melyik OpenStack verzióban jelentek meg az egyes funkcionalitások. Ugye látjuk azt például, hogy a legújabb, például a Swift funkcionalitás, hogy ez az S3 gateway-es dolog, ez már megjelent az Icehouse-ban, úgyhogy gyakorlatilag teljes OpenStack funkcionalitás lefedi már a CEF. Ez egy jó hír, ez most már körülbelül másfél éve így van egyébként, szóval nem csak azt mondom, hogy első beta 1-es verzió, hanem most már azért kezd stabillá válni a dolog. Ugye a CEF az egy klaszter az OpenStack mögött, egy elosztott klaszter. Mi mire akartuk ezt használni? Arra akartuk használni, hogy van egy virtuális gépünk, a CEF Storage-en, és ha ne adj Isten, megdöglik a storage, kimegy az alaplapja, vagy mit tudom én, elfüstöl, vagy valami történik, a diszkek tönkre mennek benne, akkor ne álljon meg a funkcionalitás. Szóval gyakorlatilag a CEF az arra jó, hogy észre sem veszi a virtualizáció azt, hogy kiesett alóla a storage. Persze, hogy jó van összekonfigurálva. Itt összeraktam egy képet arról, hogy hogy is használja a CEF-et az OpenStack, hogy itt van a három része, mint mondtam. Van egy LibreDOS API, amit gyakorlatilag az Inktank cég fejlesztett ki. Ezt folyamatosan javítgatják. És három része van a CEF-nek, amit ki tud ajánlani gyakorlatilag. Blokkeszköz kiajánlás is van, vagy van egy beta verziójú fájrendszer, ezt úgy kell elképzelni, hogy egy NFS lenne elosztott adat bázison gyakorlatilag. Ez egy több gépes NFS szerver lenne, illetve van ez az objektum tároló rész, ami egy szintén egy másik API-val megy. Mi a szélső kettő verzióját használtuk, ezt láttuk indokoltnak a teszt folyamán. Aztán melyik szolgáltatások mit használnak? Ugye látjuk azt, hogy ami érdekes nekünk, az a blokk kiajánlásos dolog. Három helyre kell bekonfigurálni, úgymond az OpenStack-be a CEF-et, hogyha az RBD modult szeretnénk használni. Ez pedig ugye a Cinder, a Glance és a Nova, ugye az Image, a Volume és a futtatókörnyezet szolgáltatás gyakorlatilag. Ha ez a három be van konfigurálva, akkor az OpenStack futtatható. Az IoT-es gépek futtatók CEF alatt, minden további nélkül. Csak gyorsan át fogom pörgetni, hogy legyen meg a diában, hogy mit hova kell beírni. Azért ez sem volt teljesen triviális. Egy pár dolgot ki kell tapasztalni, hogy hogy működik együtt a dologgal. Ugye látjuk azt, hogy át lehet állítani például Glance-ben, az image tárolóban, hogy RBD alapul legyen a hátsó storage, ami egy CEF kapcsolatot jelent. Illetve itt egy-két poolokat kell megadni, itt a Cinderbe, például a volume kezelőben látjuk azt, hogy át kell állítani RBD driverre, például a kezelőt, vagy meg kell adni, hogy melyik CEF poolban vannak a volumok, egyéb dolgok is vannak, például a futtató résznél, Novában, ugye itt a libvirtet használunk, itt azt tettem föl, vagy például a hálózati résznél, a Neutronnál, hogyha ezt az OVS bridge-et használjuk, végül is az jön ki, ja, és még itt a KVM virtualizációs típussal együtt, hogy a libvirt image-ek azok majd az RBD-n helyezkedjenek el, az gyakorlatilag a CEF-en, CEF poolban, és megadjuk azt is, hogy CEF honnan jön, és végül a compute-ban, a futtató részben pedig csak annyi van, hogy ez egy KVM típusú virtualizáció, és hogy a libvirt drivert használjuk a futtatásához. Nézzük meg a CEF oldalát a dolognak. A CEF-ben poolok vannak, azaz poolokba lehet rendelni az adatokat. Ezek logikai egységek. Nagyon érdekes egyébként a CEF, roppant jó skálázható, az egyes poolok mögé különböző disk kategóriákat lehet tenni, sőt, még ennél is bővebb dolgok vannak benne. Szóval meg tudjuk azt adni, hogy például a gyorsan változó részek, mint egy normál storage-nél, ugye egy SSD poolba legyenek, vagy a kevésbé keveset változó részek, amit keveset használnak egy másik, egy lassabb poolban, ez nagyon jó, nagyon le van fedve a CEF-ben, de az OpenStack-hez ez a két volume szükséges, ahol az image-eket meg a volume-okat tároljuk.
Itt röviden végigmegyek arra, hogy hogy lehet mondjuk egy image-et létrehozni. Van egy ISO-fájlunk, tehát szeretném telepíteni egy Ubuntu-t, vagy mit egy OpenSUSE-t. Azt én letöltöm a saját gépre, csinálok neki egy sima HTTP-szervert, és az OpenStack meg tudja azt tenni lokális gépről például, az URL alapján, hogy én hova, honnan szeretném ezt az ISO-fájlt csinálni. A lényeg az, hogy kap egy ID-t majd ez az image, amikor felkerül a CEF poolba. Ez alapján, az ID alapján mi a CEF-ben láthatjuk, hogy ez megjelent az image poolban, és ott van letárolva az abban nevű image-ünk. Majd megyünk tovább, hozunk létre gyorsan egy volume-ot, ami gyakorlatilag majd a virtuális gép diszkrendszere lesz. Látjuk azt, hogy ha jól be van konfigurálva az OpenStack-ünk, akkor kiválaszthatjuk, hogy melyik típusra szeretnénk a volume-ot, melyik image-ből, ugye ez már fönt van a Glance szolgáltás alatt az OpenStack-nél. Ez is kap egy ID-t, meg lesz a volume ID-nk. Itt azt mutatom csak, hogy ez is szépen bekerült a test volume poolba, a CEF alatt. Szóval tényleg oda kerülnek a dolgok, szóval ez nem lokális diszken tárolódnak, hanem tényleg a CEF-be, mint storage-re gyakorlatilag felrakja az OpenStack a cuccokat. Majd ebből csináljunk egy... ja nem, ez még a volume-ba az ID, szóval gyakorlatilag nagyon érdekes módon történik a tárolás, hogy CEF-ben, ha mondjuk van egy 5 gépet CEF klaszterom, alapban, ha jól emlékszem, 3-as a replikációs szám, ami azt jelenti, hogy 3 gépre az összes adat replikálódni fog. Azaz, ha nekem az 5 gépből egy ki fog esni, vagy kiesik, ne adj Isten, 2 kiesik, még mindig egy gépen ott lesznek az adataink, amelyek lehetnek akár objektum típusú adatok is, nem fog tőle meghalni a storage. Itt csak azt szemléltetem, hogy rengeteg ilyen kis pici objektumba darabolja szét a CEF egy szabadalmaztatott eljárással gyakorlatilag a fájlokat, és ezek megtalálhatók az egyes volumokban, leellenőrizhetek, hogy tényleg ott vannak-e. Aztán futtassunk akkor egy Ubuntu-t. Itt csak azt akarom mutatni, hogy gyakorlatilag ugye már a CEF-en lévő Ubuntu volume, mint mögötte levő diszk segítségével létre tudunk hozni egy instanszot az OpenStack-ben, és innentől kezdve kész van a virtuális gépünk. Lényegében a CEF-ről, mint elosztott adattárolóról fog futni az OpenSUSE vagy az Ubuntu, attól függően, mit csináltunk. És tényleg működőképes is a dolog. Most, ami érdekes, ugye az OpenStack Nova szolgáltása hivatott arra, hogy futtassa a virtuális gépeket. Ha egy normál, lokális diszkre kerülő virtuális gépet látunk, akkor gyakorlatilag ezt látjuk az egyik instanc könyvtárban. Ugye van egy log neki, ugye a libvirtből ismerjük a XML leíró fájlt gyakorlatilag, ami a virtuális gép adatait tartalmazza, illetve ott van a diszk maga, ha éppen az lokális diszken van. Most a CEF esetében ez eltűnik, látjuk a legnagyobb méretű is, hanem egyszerűen fölkerül a klaszterba, és nem fogunk más látni a lokális diszken, csak az XML-t meg a logfájlt gyakorlatilag. Hogy is néz ki egy ilyen CEF-es, én is azt tudom mondani, hogy CEF-etül jó libvirt fájl. Hát úgy néz ki, és ami itt a lényeg, hogy ugye a diszk leíró van benne a source file-ban, és gyakorlatilag a UID alapján az RBD modulban meg fogja majd találni magát a diszket, ami gyakorlatilag a CEF-ről lesz szolgáltatva. Trükk nincs ugye az OpenStack mögött, hogyha mi libvirtet választottunk, KVM libvirt kombót, akkor nyilván egy KVM fog az OpenStack mögött is futni. Szóval gyakorlatilag a KVM összes parancs érvényes lesz az OpenStack instanszokra is, libvirtből, vagy virsből, vagy akármiből nyugodtan tudjuk kezelni az instanszokat, hogy látjuk azt, hogy az OpenStack instanszok futnak a háttérben, szóval csodák nincsenek, de ezek már ugye CEF-ről futnak, nem pedig a lokális diszkről. Még egy dolgot megnéztünk, ugye ez a hivatalos megoldás volt, amit bemutattam most, meg fogjuk drivereket betéve az OpenStack konfigurációs fájljaiba. Megcsináltuk azt is, ugyanis a CEF támogat egy ilyen kernel modulos montot is gyakorlatilag. Van egy kernel modul, amit ha betöltünk, akkor indőkezve a CEF klasztert látjuk, akár egy sima Linuxról is.
Ez egy másik megoldás a CEF-nél, ez nem Libvirten keresztül, hanem gyakorlatilag egy kernelmódos megoldással. Megcsináltuk azt, hogy az OpenStack nem is tudott arra, hogy CEF fut mögötte, hanem a sima LVM2-es driver-e mögé betettünk a megfelelő könyvtárba egy, bemontoltunk a könyvtárba egy CEF pult, szóval gyakorlatilag a CEF szolgáltatta a logikai device-t a poolhoz. Az OpenStack-nek fogalma nem volt arra, hogy ez egy CEF, így is működött a dolog. Nyilván ez nem egy esztétikus megoldás, de ha valaki nem akarja az OpenStack-et ezzel kínozni, hogy konfigurációs felokat állít be, kínozza a Linux kernelt, és onnantól kezdve a Linux kernelben is tudja használni ezt, mint elosztott adattárolót. És gyakorlatilag ezzel én be is fejeztem. Annyi van, hogy úgy néz ki, hogy az OpenStack a jövő felhő szoftvere lesz, nagyon gyorsan és nagyon sokan fejlesztik, van vagy 50 féle OpenStack klón, egyre nagyobb cégek állnak be mögéje. Most már az kezd körvonalazódni, hogy a CEF is kezd kiemelkedni az elosztott adattárolók közül. Láttam már olyan kombót, például Hadoop mögé is CEF-et raktak lecserélve a HDFS funkcionalitását, nem is kis cégeknél, vagy nem is kis helyeken, mert egyszerűen annyival több minden támogat, ez az elosztott fájlrendszer, nagyon frekventáltan fejlesztik, hogy érdemes lesz használni. És ugye azért tegyük hozzá, hogy egy CEF cluster gyakorlatilag egyszerű hardverekből összerakható. Most nem azt mondom, hogy Core 2-es gépekből, desktop gépekből rakjuk össze, bár van rá lehetőség, de sima szerver konfigurációból gigabit vagy 2 gigabites LAN-nál már összerakható egy 5-10-5-ös gépet futató cluster, most nem azt mondom, hogy egy nagy terhelésű. Ha performanciával akarunk dolgozni, akkor viszont 10 gigabit Ethernet mindenképpen kell cluster nódok közé. Ezt mindig el szoktam mondani, nem fog tudni megúszni a 10 gigabitet, viszont ezzel kapunk egy redundáns, egy hibatűrő rendszert, amelynek gyakorlatilag a menedzsmentje nagyon egyszerű. A konfiguráció már nem annyira, de a menedzsmentje nagyon egyszerű. Nem kell hozzányúlni a rendszerhez nagyon sokáig. Kiesik egy gép, van időn kicserélni, benne levő diszkek nem okoznak problémát, valamelyik diszk kiesik. Ha jól össze van rakva, működik a dolog. És gyakorlatilag az OpenStack-kel meg most már egyre jobban össze van drótozva a dolog. Úgyhogy mi használjuk, vannak tapasztalatok, ha valakit érdekel, akkor a szünetben el fogom tudni mondani neki a részleteket is. Köszönöm szépen!